Ha látszatcsal, bízd a gyors jelentésre gondolhatnánk az OTP kapcsán. A piaci konszenzus veszteséget várt az OTP vonatkozásában, valójában azonban több mint 5 milliárd forintos nettó nyereséget könyvelt el a bank. Ennek oka, hogy különböző adótételekkel, illetve a céltartalékok visszaírásával járultak hozzá ehhez a csillogó eredményhez. Azonban egy kicsit megbolygatjuk a mélyét ennek a gyors jelentésnek, azt látjuk, hogy ebben számos egyszeri tétel is szerepet kapott. Ráadásul az orosz-ukrán konfliktus begyűrűzése az OTP számaiban, illetve a leánybankok teljesítmény az idei évben sokkal nagyobb veszteséget hozhat, mint azt a piaci szereplők várták. Összességében ez tehát azt jelenti, hogy a kezdeti optimizmusból könnyedén mínuszba lendülhet az OTP kurzusa a kereskedésben, hiszen előtérbe kerülhetnek azok az aggodalmak, illetve kockázatok, amikkel eddig a piaci szereplők nem foglalkoztak.